Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pestvárosban, aki semmiképpen nem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az emberek összebeszéltek volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát. Nem is azért, mintha a magisztrátus megparancsolta volna, hogy ezentúl a csizmákat fele áron kell adni. Munkát is jót csinált ajánbor, maguk a vevők panaszkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit ő egyszer megvar. Volt is dolgoztatója elég, fizettek is becsülettel, egy sem szökött meg kifizetetlen árjegyzékkel, és János gazda mégis nem tudott zöldágra jutni. Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra jutni János mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy leány, és az olyan egészséges volt, mint a mak. Én uram Istenem! Sóhajtozik gyakran János mester minden újabb számnál. Amint lőn 6, lőn 7, lőn 8, mikor lesz már a hosszú sor után punktum? Egyszer azután eljövő a 9. Az asszony meghalt, és azután volt a punktum. János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel a világon. Hely, sok van azzal mondva. 2-3 már iskolába járt. Egyet-kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit etetni, kinek pépet főzni, emezt öltöztetni, amaszt mosdatni, még valamennyire keresni. Bizony, édesatyám fiai, ez nem csekély hivatal. Próbálja csak meg valaki. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő. Mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 9 karé. Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig az egész szoba ágy. Tömve, dugva, apróbb, nagyobb, szőszke, barna, emberforma fejekkel. Ó, én uram Istenem, de megáldottál engemet. Sóhajtozék magában elégszer a jámbor kézműves. Mikor éjfélen is túl ott ütötte a mustával a talpat a tőkénél, hogy ennyi lélek testét táplálhassa. S hurítgatta, hol egyiket, hol másikat, aki álmában rosszul viselte magát. 9 bizez, egész kerek 9-es szám. No de hála érte az Úristennek. Még nincsen oka panaszra, mind a 9 egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épp kézlábbal és gyomorral megáldva, és inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg. Inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Az Úristen őrizzen meg tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek 8 marad is, ha egyet elvesznek belőle. Nem is volt János mester gyermekeinek semmiféle szándékuk a meghalásra. Az már el volt végeztetve, hogy ők mind a 9-en keresztül dolgozzák magukat az életen. És nem engedik át helyüket senkinek. Nem ártott azoknak sem az eső, sem a hó, sem a száraz kenyér. Egy karácsony estén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból. Mindenféle kész munkákat vitt haza, kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett. Hazafelé futtában minden utcaszegleten látott aranyos, ezüstös báránykákkal, cukorbabákkal rakott asztalokat, amiket jámbor kofák árulgattak olyan gyermekek számára, akik magukat jól viselik. Meg is kérdik elébb, hogy a rossz gyermekeknek ne adjanak el belőle. János mester egy-egy helyen meg is állt. Talán venni kellene belőle? Micsoda? Mind a 9-nek? Az sok volna. Egynek vegyen, hogy a többi azután irigykedjék rá. Nem. Majd ad ő nekik más karácsonyi ajándékot. Szépet is, jót is, ami el sem törik, el sem kopik, és aminek valamennyi örülhet, mégsem veheti el a másiktól. Na gyerekek! 1, 2, 3, 4... Mind itt vagytok. Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje? Ünnepám ez? Nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. Megálljatok csak. Hát még hogyha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám. Erre a napra tartogattam. Karácsonyi ajándéknak. Az apróságok nagy zsivajjal kapaszkodtak apju kölébe, nyakába, majd lehúzták azért a szép énekért. No, mit mondtam? Ha jól viselitek magatokat, aztán szépen sorba kell állni. Így né, amelyik nagyobb előbbre, amelyik kisebb hátrább. Úgy szépen sorba állította őket, mint az orgona sípokat. A két legkisebb az apa térdére és karjára jutott. Már most csendesség! Majd én előbb eléneklem, ti pedig majd aztán utána. Azzal komoly állítatos képpel
levéve zöld sípkáját fejéről, elkezdi János mester ezt a szép hangzatos éneket, ami így kezdődik. Krisztus Urunknak áldott születését, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeiben régen zengettek éppen. A nagyobb fiúk és leánykák az első hallásra megtanulták a dallamot. Több baj volt a kisebbekkel. Azok mindig félrevitték a dalt, és kikimentek a taktusból. Végre mindnyájan tudták azt. És az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a kilenc egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezi azt a szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán. És talán még most is énekelnek, amidőn ilyen szép kilenc ártatlan lélek, őszinte örömének harmóniás hangja kéri onnan felülről a visszhangot tőlük. Bizonyára a gyermekek énekének örülnek ott fenn a mennyben. Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az első emeleten. Ott egy gazdag, nőtelen úr lakik, egymaga kilenc szobában. Egyikben ül, a másikban alszik, a harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel, ki tudná, mire használja a többit. Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénz, hogy maga sem tudja mennyi. Ez a gazdag úr éppen 8. szobájában ült ez este, és azon gondolkodott, hogy miért nincs az ételnek íze. Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? Miért nincs a nagy szobákban elég levegő? Miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? Amit a János mester földszinti szobájából elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani föl hozzá ama vidámságra ösztönző ének. Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakad, hanem mikor már tizedszer is újrakezdték, nem állhatta tovább a dolgot. Összemorzsolt a kialudt szivarát, s lement maga a hálókabátban a csizmadia szállására. Éppen végeztek azok a verset, amikor benyitott hozzájuk, és János mester egész tisztelettel kelt fel a nagy úr előtt háromlábú székéről. Kent János mester a csizmadia, ugye? Igenis, szolgálatjára, nagyságos uram. Parancsol egy pár fénymázas topánkát? Nem, azért jöttem. De sok gyermeke van Kentnek. Van víz, nagyságos uram. Kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog. Még több száj, mikor énekelnek. Hallja, Kend János mester, én Kendet szerencsés emberré akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül. Én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti. János mester szörnyű szemeket mellesztette erre a mondásra. Nagy szó volt az, egy gyermeket úrrá tenni. Kinek ne ütne eszeget a fejébe? Hogy ne adná? Persze, hogy odaadja, hiszen nagy az a szerencse. Na, válaszom, Kent, közülök hamar egyet, aztán menjünk. János mester hozzáfogott a választáshoz. Ez a Sándorka. No, ezt nem adom. Ez jól tanul, ebből papnak kell lenni. A második, ez leány. Leány nem kell a nagyságos úrnak. A Ferencke, ez már segít nekem a mesterségben, enélkül nem lehetek el. A Jánoska, lám, ez meg a nevemre van keresztelve, hát nem adhatom oda. A kis Józsi? Hát ez meg egészen az anyja formája, minthogyha csak őtet látnám. Ez ne lenne többet a háznál. Na most megint leány következik. Ez semmi. Azután itt van a Palika. Ez volt az anyjának a legkedvesebbje. Ó, szegény asszony. Hát megfordulna a koporsójában, hogyha ezt idegennek adnám. No, ez a kettő meg még nagyon kicsiny. Hát mit csinálna velük a nagyságos úr? Úgy járt, hogy már a végére ért, mégsem tudott választani. Azután alulról kezdte felfelé, de csak az lett akkor is a vége, hogy ő bizony nem tudja, melyiket adja oda, mert ő valamennyit szereti. Na, parancsok, választatok magatok! Melyitek akar elmenni? Nagy úr lenni? Kocsiban járni? Szóljatok, no! Álljon elő, aki akar! A szegény csizmadia majd elfogadt már sírva, ahogy ezt mondta. A gyerekek azonban a biztatás alatt apródónként mind a háta mögé húzódtak, ki kezét, ki lábát, ki bőrkötényét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott bele, és bújt a nagy úr elől. Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta valamennyit, és elkezdett a fejükre sírni,
azok pedig vele együtt. Nem lehet. Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de gyerekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Úristen nekem adta őket. A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljen többet gyermekeivel ide alant. S fogadjon el tőle 1000 pengőt ezért az áldozatért. János mester soha még csak kimondva sem hallotta ezt a szót. 1000 pengő. És most a markába nyomva érzi. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult azon az ismeretlen alakú 1000 forintos banknótán, és azután elcsukta azt félelmetesen ládájába, a kulcsot zsebébe tette és elhallgatott. Hallgatott az apróság is. Nem volt szabad énekelni. A nagyobb gyerekek mogorván kuporodtak le a székre, a kisebbeket csitítgatva, hogy nem szabad énekelni, a nagy úr odafent meghallja. Maga János mester hallgatva járt fel s alá a szobában, és gorombán kergette magától azt a kisporontyot, aki feleségének kedvence volt, mikor oda ment hozzá, és arra kérte, hogy tanítsa meg őt újra arra a szép énekre, mert már elfelejtette. Nem szabad énekelni. Azután leült duzzogva a tőkéhez. Elkezdett buzgón szabdalni, addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dúdolni. Először a szájára ütött, hanem azután megharagudott, nagyot ütött a mustával a tőkére, kirúgta maga alól a széket, kinyitotta a ládát, kivette az 1000 forintost, futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz. Nagyságos jó uram, instálom alássan, vegye vissza a pénzt, hadd ne legyen az enyém, hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert az több 1000 forintnál. Azzal letette az asztalra a bankót, s nyargalt vissza az övé. Sorba csókolta valamennyit, sorba állította orgona sípgyanánt. Közéjük ült alacsony székére, s rákezdék tiszta szívből újra. Krisztus úrunknak áldott születését, angyali verset mondjuk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeibe régen zengedtek éppen. Ó, örök Isten, dicső szent háromság, szálljon mi reánk tőled világosság, távozik tőlünk bűn és szomorúság, légyen világ.